Sziasztok, itt Templier, és a mai videóban, amennyiben a hangom ezt lehetővé teszi, egy nagyon nem győzöm mennyire hangsúlyozni, egy nagyon régi videóformátumomat szeretném megörökíteni. Valamikor még a bendikemes korszakban volt az, hogy csináltam ilyen egy óra velem című dolgokat, és ugye 10 perc volt az ingyenes verziónak a rögzítési határideje, 10 percet tudott rögzíteni egyszerre, úgyhogy az egy óra velemek azok ilyen 6 darab részrészből álló, vagy 6 darab egységből álló ilyen szuper részek voltak, vagy nem tudom. Tehát, hogy konkrétan így 10 percesével tettem közé ezeket az egy órás dolgokat. Most ez az egy óra, ez nagyjából vágatlanul és nagyjából így egyenest ki fog menni, és hát most már jelenlegi videórögzítő programom az képes is egy órát felvenni egybe. Úgyhogy beszélgetni fogunk dolgokról, illetve hát én fogok beszélni, tehát azért kicsit nagyra vágyó lenne azt mondani, hogy akkor itt most így beszélgetünk, de akár későbbiekben, ha van rá igény, lehetne az is, hogy ténylegesen beszélgetünk, tehát hogy Discordra feljön velem valaki, és vagy valakik, és akkor lehet tőlem kérdezni, meg mesélni sztorikat, és akkor tudunk egy ilyen kis chat szobát csinálni a Discord szerveren olyanoknak, akik ebbe benne lennének, és akkor nem csak egyedül ugatnék itt, nem menne tönkre a hangom feltétlenül minden videó végére, és tudnánk ilyen jó kis beszélgetős, eventezgetős dolgokat csinálni. Játéktechnikai szempontból mi fog történni? Tulajdonképpen azzal készültem most, egy könnyű pluszba fogunk, utolsó napja van az idegennek is, meg utolsó napja van a Berimonnak is, úgyhogy gyakorlatilag majd meglátjuk, hogy hány kastélyra van időnk, de néhány kastélyba így párhuzamosan fogunk eventezni, dicsőségpontokat gyűjteni, szinteket farmolni, de akár azt is nézhetjük, hogy hatalompontokat farmolni. Nyilván ezek el fognak évülni egy idő után, mert csökken a hősiesség meg a dicsőségpontunk is, de alapvetően a cél az is lehet, vagy hát az kéne, hogy legyen inkább, mert az sokkal szemmel láthatóbb eredményei vannak, hogyha most itt egy órát eventezünk, hogy nézegetjük, hogy a hősiességpontjaink függvényében, meg dicsőségpontjaink függvényében a hatalompontunk hogyan változik. Ha minden jól megy, akkor az előző videóban beszéltem a multizásomról, úgyhogy, mint azt említettem az előző videóban, csináltam egy ilyen kis táblázatot. Szintre is megvan ugyanez a táblázat, de most mondom, a hatalompontokat fogjuk inkább nézni. Itt van 1000 hatalompont, 827 1000 hatalompont van a Soma 1 kastélyban, de most ezzel a négyel szondazitól a támad 6-ig fogunk foglalkozni. Az átlag hatalompont az 411 000, az össz pedig 3.295 000, és majd ide fogjuk beírni az új értékeket, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mennyi volt a hatalompont növekedés majd a rész végén. Ami pedig a segítségünkre van, egy másik táblázat, az pedig ez. Ezt már azt hiszem mutattam nektek, könnyű pluszba vagyunk, és ide fel van nekem vezetve, mert itt ugye kevesebb a bukósokkal, tehát azért könnyű pluszba játszom, fel van vezetve nekem, hogy hány darab lófarkos lobogó kell, illetve hogyha lófarkosom nincs, akkor hány százalék dicsőségbónuszt kell elérjek a többi zászlóból ahhoz, hogy meglegyen biztosan a 40 000 dicsőségpont. Nem pontosan 40-re megyünk ilyenkor, hanem picit praktikusabb fölé, hogy mindenképp meglegyen. Ez lesz itt a második képernyőmön, erről fogom nézni, hogy mennyi zászlókat kell alkalmazzunk, és ez a dicsőségpont szerzős része, a másik része a feladatunknak, pedig az, mivel HP-t növelünk, ezért minél több relikvia eszközt is próbálunk beszerezni, úgyhogy mellette a Berimondot is fogjuk csinálni szépen minden kastéllyal, remélhetőleg. Kezdjük akkor itt a szondaziban, aztán majd szépen így felmenő rendszerben beindítjuk mellé a többi karaktert is, és szerintem most az lesz, most bemutatom igazából itt a szokásos taktikáimat erre az eventre, hogy egy kicsit lássátok, remélhetőleg megvan a kellő mennyiségű pontnövelős eszközöm. Aha, ez 3000 Berimon méltóságával elég jól indul, igen, és itt van a többi szükséges eszköz is, jól van.
Ezek a berimondos eszközeim általában a legerősebb távolharcosaimat szoktam elküldeni, és általában egyből át szoktam ugrani ezt az utazási időt, mert akkor, ha már elkezdjük itt a toborzást és kapunk még egy kis katonát, akkor egyből el lehet kezdeni a berimondi dolgoknak a támadását is. Itt most egyenlőre 5 darab mesterlövészt fogunk csinálni, hogy elkezdjük az ipart, és akkor itt is, hát valószínűleg ezt a küldetést ma el fogjuk végezni, úgyhogy beadom már itt is előre a pénzt. Tök jó, kapunk tapasztalatpontjokat is, és akkor kezdődhet a berimondi tábornak a fejlesztése. Szerintem most csak egy ilyen tárolóterületet fogok fejleszteni, közben itt a második monitoromnak a csatlakozója egy kicsit haldoklik, úgyhogy pillanatra leesett a kép, és ilyenkor ugye az a baj, hogy mivel kihúzódik gyakorlatilag, ezért átteszi a középső monitorra az összes dolgot, ami a másodikon van. Úgyhogy létező összes technikai hibát eljátszottam már ennek a videónak a felvétele alatt, de ez nem állít meg minket abban, hogy haladjunk tovább rendületlenül. Ezen is fejlesztünk egyet, hogyha megkapjuk érte a küldetés jutalmat, akkor még több katonánk legyen már, és akkor most, hogy ez a elérhető maximális szinten van, akkor most benyomjuk itt a toborzást, 3 óra, összesen nem leszünk fenn annyit, na mindegy, és akkor indulhat a dicsőséghaszon szerzés. Ó, itt van tábornoki fogadóba dolgunk, azt is beszedjük, mert lehet benne katona. És a katonának 2 dologból van fontos szerepe. Egyrészt, hogyha erős, akkor kell a támadáshoz, másrészt meg, hogyha csak eszik, akkor meg jó tudni, hogy mennyit eszik, és akkor arra tudunk számolni. Most csak védőket kaptam, úgy látszik. 255 összesen, ha jól számolom. Na és akkor van egy csodálatos idegenünk, akinek van egy valamilyen védelme, nekünk van egy valamilyen dicsőségbónuszunk az érdempontunk miatt. Azt is amúgy meg lehetne nézni, hogy minden dicsőségbónuszunk aktiválva van-e. Most itt a VIP szint az első és legfontosabb, és szerintem igen, úgy tűnik, hogy katonánk az lesz elég, meg eszközünk is. Hopp, zászlókat nem felejtünk el tenni. Azt mondja, hogy a táblázat szerint itt 240 az a mennyiség, amit be kell vessünk. Nagyon drága itt egy támadás. Mindegy, hát 10 támadásra, vagy 15-re, hogyha még veszünk ugye a Kovácstól zászlókat, akkor van kapacitás, de ez miért ilyen sok ez? Valószínűleg nincs kutatótoronyba kifejlesztve a történet. Ugye meg nem néztem, itt a felszereléseknél is volt valami. Van egy hősünk, aki nem dicsőségpontos, úgyhogy lényegtelen ennek a támadásnak a szempontjából. Hát, csináljunk egyet, értitek, próbacseresznye 60 ezer pénz. Itt most nem sikerült hasznos dolgot szerezni, de remélhetőleg, hogyha támadás beér, akkor fogunk kapni egy jó kis 3 darab relikvia felszerelésből álló csomagot, annál azért már nagyobb a valószínűség, hogy tudjuk használni. Oké, és fejleszteni nem tudunk semmit. Itt a 100 rubinkánkat begyűjtjük egyből. Alig van ezüstöm. Szerintem most nincs szükségem hirtelennyében semmire. Mennyi VIP pont lenne a következő szint? Több mint 10 000, szóval abból a szempontból se, tehát nem lépünk VIP szintet se, az ugye plusz dicsőség, meg plusz utazási sebesség, hogyha lépnénk, de nem lépünk, és 1200, meg 1600, kb. 3000 katona megy egy támadásunkban. Igen, ez nagyjából meg is felel a táblázatnak, 3000 katonám van, és az idegen az körülbelül 2000 védős. Hát akkor itt most várnunk kell, ugye? De az, hogy mennyit kell várjunk, azt ide be tudjuk írni ebbe a csodálatos alkalmazásba. Elindítjuk 33 perc múlva csipog, és a berimondi küldetést, ezt most ez mit hebrákol itt még, vagy mit kiáltozik? Hebrákol az mást jelent. Ismeritek azt a szót, hogy hebrákol? Tök érdekes barátaimmal, nem tudom, hogy ez eddig nem használtam olyan szavakat, na itt van, beértek a berimondi küldetések is. Nem, hogy eddig nem használtam furcsa szavakat, vagy ritkábban,
vagy nem voltam annyira jóban emberekkel, hogy ezt így megemlítsék nekem, hogy tök fura szavakat használok elvileg. Meg most hét elején, ugye a dátumból láthatjátok, mikor veszem fel a videót, hét elején vágtam videóimat, 9 darabot, a teljes szövetségi hetek sorozatot, plusz a Somogy napi játékot előtte nap. Körülbelül olyan 10-15 órát hallgattam a saját hangomat és beszédemet, és tök sok ilyen érdekes dologra lettem figyelmes, hogy így olyan szavakat meg szókapcsolatokat használok, amik így nagyjából értelmes, de tudjátok, egy kicsit magyartalan. Nem tudom, hogy ez így nektek nézők szempontjából mennyire látszik egyáltalán, vagy mennyire fura esetleg. Itt észrevettétek, hogy néha van, hogy így nem tudom egyből kifejezni magam, és akkor ilyen majdnem magyar fasságokat így benyomok, mint az egy unszimpatikus, meg jó, nem ezt konkrétan, hanem ilyesmiket, hogy igazából ilyen szó nincs, csak valamiért jól hangzik. Megvarjáltam itt a pajzsokat, ez nem állt szándékomban. Hát megnézzük, hogy egy ilyen 1%-os pontnövelős három hullámba támadás az mennyi hősiességpontot ad. Remélhetőleg nem túl keveset, és akkor legalább ezzel a küldetés sorozattal fogunk tudni haladni rendesen. Szóval nem tudom, közben indítjuk a második kastélyt is, M-Player. Nem tudom, hogy ez nektek mennyire feltűnő, de engem néha kifejezetten zavart. A másik, ami zavar, az meg, hogy így duplázom néha a szavakat. Most direkt mutattam meg, hogy mire gondolok. Nagy részét amúgy ki is szoktam vágni. Tehát most már annyira frusztrál, hogy megtalálom a módját, hogy legalább ezeknek a nagy részét ezeknek a duplázásoknak megszüntessem, de azért még így is befut egy-kettő. Igen, tök fura, hogy ti nem ugyanazt a videót nézitek, amit én, mert ti a végleges produktumot nézitek, én meg 2-3-szor végigpörgetem a nyerset is. Szóval, hogy nem tudom, hogy nektek ez, most is megdupláztam a hogyat, ez mennyire feltűnő, hogy néha egyszerűen van, hogy úgy tűnik, mintha nem magyarul beszélek. Sőt, nem az, hogy nem magyarul beszélek, hanem inkább úgy tűnik, mintha tanultam volna a nyelvet. És tudjátok, így néha így gondolkoznom kéne, hogy már idegen nyelvként tanultam a nyelvet, és néha így gondolkoznom kéne, hogy akkor ezt most hogy mondják a magyarban. És igazából itt nem az van, hogy másik nyelven jut eszembe az adott szó, hanem hogy semmilyen nyelven nem jut eszembe, csak így megvan egy érzés, amit ki tudnék fejezni. Talán amúgy, ha valamiben jó vagyok, és így a szakmámat, meg ezt a bohóckodást, ha nem nézzük, akkor az érzelmek. Tehát, hogy érezni ezt, hogy nagyon tudok dolgokat, de néha nem találom meg rá egyszerűen megfelelő szót. Bár ennek ellenére azt mondják, hogy nagyon jól ki tudom fejezni az érzelmeimet. Félelmetesen jól, ez a kedvencem, félelmetesen jól ki tudom fejezni az érzelmeimet. Tehát tényleg megfelelő szavakkal körül tudom írni, hogy mi jár a fejemben. Megint megdupláztam, ahogy ott. Megőrülök. Most már egy élő beszédben megőrülök saját magamtól, hogy így hallgatom magam vissza élőbe. Nagyon durva. Szóval nem tudom, hogy ti ebből tudtok-e, érzékeltek-e bármit, hogy néha így, nem tudom, lehet, hogy jól fejezem ki magam, mert mondjuk jó, nincs egy akkora vészesen hatalmas nagy nézettségem, de azért páran kíváncsiak rám, tehát azért mégiscsak van az emberiségnek egy olyan rétege, akinek ez bejön. Nem is olyan kis réteg, bár attól függ. Most, ahol jelenleg tartok a videózásban, most nem úgy érzem, hogy olyan nagyon sok embert érdekelnék, és ez nem egy abszolút szám, hanem ez egy tendencia, hogy mindaz, amit a Minecraftban képviselek, mindaz, amit a Good Game Empire-ben képviselek, és maga a Good Game Empire is egy picit kifele megy a divatból. Hoppá, itt lehetne ártott volna venni egy-két pontnövelőt, és amúgy itt az izgalmas rész az lesz, itt nagyon kell vigyázni, hogy ne toljam át az összes lófarkos lobogómat, mert innen visszaküldeni nem lehet dolgokat. Tehát itt mindig halálfélelmem van, hogy esetleg átküldök valami olyat, ami idegennél kelhet. Nem tudom, hogy ott tartottam-e, de most ezt elmondom, hogy emiatt a küldetés miatt, hogy itt minél több zét tudjunk szerezni majd, itt a támadhat kariban, ami csak 28-as szintű, itt majd előbb idegent fogunk támadni kettőt, hogy meglegyen a legendás 30-as szint, hogy feloldódjon az a,
az a küldetés sorozat, és csak utána fogunk belenyargalni a berimondos támadásokba. De itt ilyen probléma úgy látom, hogy nincs, mert itt ez 46-os szintű ez a kari. Igen, ha valaki nem tudta volna, 70x30-os szint alatt nincsenek ezek a küldetések. Úgy látom, hogy az Emplier karakter az már annyira föl van fejlesztve, hogy itt már kettő idegent is tudunk párhuzamosan támadni. Sőt, hogy van 2500 katonával szoktam volt itt támadni. Úgyhogy akár ha veszünk egy kicsit, akkor még három támadást is ki tudunk erőszakolni magunkból. Az kemény lenne. Jó, jó, nem az első, de mondjuk a harmadik parancsnokkal. Remélhetőleg még az is harcképes relikvia, ilyenkor ugye ezt sem árt megnéznie, meg a felajánlásokat se, hogy van-e kiskariknál, sokszor belemegyek ebben. Nyilván ez annyira fura lehet annak, aki csak egy karakterrel játszik, és ott minden megvan, és mindent fejből tud, és de hogy ehhez egy külön skill kell gyakorlatilag a multinál, hogy nem fejből tudod feltétlenül, hogy mi hol van, meg hol tartottál, hanem így belépsz, és másodpercek alatt fel kell fogjad, hogy milyen helyzetben vagy ezért. Tehát ez ilyen állásinterjúnál, amikor interjúztatsz, hogy bejön az ember, és így neked az alatt a 10 perc alatt kell minden információt leszedni róla, és eldönteni, hogy mit kell csináljál vele. Ez is gyakorlatilag egy ilyen dolog, egy házi orvos, egy pszichológus lehet talán ilyen, hogy bejön az ember, egy optikus rokonom is mondta, hogy kezet fog az emberrel, és annyi ideje van eldönteni, hogy milyen szemüveget ajánl neki. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye a multinál annyi időm van, hogy belépek, és így pak, másodpercek alatt el kell dönteni, különben nem hatékony. Persze lehet órákig bogozgatni, hogy jaj, most itt mit akartam, meg lehet a doksit vezetni, hogy itt ezt hagytam félbe, ott azt hagytam félbe, de nem lenne türelmem írogatni, meg olvasgatni mindig. Úgyhogy ez hát ilyen érdekes dolog, hogy kinek mi a játék stílusa. Én ezt nagyon élvezem amúgy, a multizás részét, és nem feltétlenül azt, hogy olyan ligába játszom, ahol három havi munkámat egy hét alatt egy háborúban eltüntetik. Tehát az nekem valamiért nem annyira izgalmas. Tehát így felépítek erődöket, nagy nehezen kifarmolom rá a rubint, hogy meglegyen a pékség, aztán egy pillanat alatt leveszik, mert egyszerűen nem tudom védeni. Tehát most ha valaki bevásárol 4 millió támadót, azzal csak leveszi az erődömet, vagy bevédi egy kicsit jobban 1 millió védővel, nem tudom egyszerűen visszafoglalni. Úgyhogy lehet engem szídni, hogy olyan kis butuska vagyok, hogy nem tudok semmit a játékról, de igazából már kicsit el is engedtem ezt, hogy én nem feltétlenül a legjátékosabb, legtudósabb ember akarok lenni ebben az egészben, hanem csak csinálni akarom azt, amihez értek, amit élvezek. Nektek elmesélni dolgokat, ezt vagy érdekel titeket, vagy nem, az majd el fog dőlni, hogy az életem melyik szegmense hozza a többet boldogságilag, és pénzügyileg, és majd azt fogom csinálni, tehát most értitek. Ha nincs érdeklődés mondjuk erre, vagy mondjuk másra, amit csinálok, akkor azt nem fogom csinálni, ilyen egyszerű a történet. Na, úgy látom, hogy van 8000 jó támadónk, igen, kaptunk egy kevéskét a felajánlásokból, vagy nem tudom, máshol nem nagyon tudom elképzelni, hogy honnan kaphattunk volna. Új fegyverek, nézzük. Ide például mehet is fel az extra közelharc, ez nem fog rosszul jönni. Na, négyeske nálad mi van? Páncél, műtárgy. Itt mi van? Műtárgy van erős. Itt is van, nem túl erős. De ez... Hol volt ez a 20-akárhányos? Aj, nem tudom cserélgetni a dísztárgyakat. Jó, van még. Van még zöld felszerelés. Dísztárgyakat? Mi az? Műtárgyakat. Van még egy kis felszerelés, úgyhogy ebből kovácsolás útján el tudunk tüntetni egy csomó zöldet legalábbis. Annyi kell csak igazából, hogy itt tudjam őket mókolni, tehát most nem akarok itt teljes lomtalanítást csinálni. Úgy ezeket tudom, el kéne adni, de ez így időben sokkal jobban megéri nekem most. Na. Szóval és tetvekkel.
Van itt kettő darab műtárgy. Ehhez tegyük már be ezt a harmadikat. Mert most elsősorban ezzel a hárommal fogok szórakozni. Ja, szamuráj célpontok, oké. Az nem, közelharcos, a szamuráj célpontok. Oké, közelharcos egységek, támadáskor. Ez. Dicsőségi mezős célpontok. És ez a műtárgy pedig semmi bónuszt nem ad. További relikviánk ugye nincs. Nincs, jól van. Igen, néha egy ilyet is kell csinálni, azért főleg itt most hármat fogunk támadni, ebből nagyon sok bukó lehet, hogyha nem a legjobb parancsnokokat tesszük be. Azt mondja, jó sisak kéne neki, a műtárgya az meg egész jó igazából. Távoz kell neki, az a baj. Jó, hát ezen nem tudunk többet fejleszteni. Azt mondja, hogy igen, sisakból nincs többünk, fegyverből abból sincs több. Tehát ez ennyi a max, amit tud nyújtani, vagy tudunk nyújtani. Páncélból, itt van még egy 13 közel, ezt rárakjuk, és 22 közel. És se tud nagyon sok mindent csinálni. Azt mondja, itt van 23 közel, páncélból semmit nem tudunk már javítani, sisakunk nincs, fegyverünk nincs jobb. Oké, és ezzel a négy parancsnokkal fogunk ma úgy érzem dolgozni. Mert ugye kell három idegen támadós, hoplá, kis Rubin sosárt, kell egy kis idegen támadós, meg kell egy kis Berimon támadós, az egy darab elég ahhoz. Úgyhogy ez lesz most itt a tax. Tax fura, hogy ezt a taxot ezt arra használják, hogy ilyen, nem tudom, eljárásmód, de közben meg a tax az adó, nem? Tax. Tax, taxi. Taxi. Tax az adó, a tax i az meg a... Nem tudom. Van az utazási adó. Érdekes. Meg vannak már parancsoki dolgaink is, akkor azt is fussuk át gyorsan. Szóval művet, toborzási sebesség nagyon jó. Megy fel a Berimondízére. Nem, mert... alapkirálysági erőforrás termelés. Mi vagy te? Alaperőforrás. Erőforrás szállítási kapacitás. Na, az aztán kurva fontos, hogy ott legyen. Azt mondja, alaperőforrás, alapkirályság erőforrás jegesen. Jó, én amondó vagyok, hogy ezt kicseréljük, Sivibe legyen királysági erőforrás termelés, és Berimondra meg kitesszük ezt a közrend bónuszos, nagyon hasznos várparancsnoki hőst. Azt mondja, itt kell egy sityak, hú, mennyi sisakunk van, azt a kúva. Na, ne beszélj csúnyan. Emplierke. Visekedj normálisan. Sityak, még egy sityak. Melvértünk az... Ó, itt még hiányzik kettő. Ú, ez... Amúgy tudjátok, hogy ez is beleszámít a HP-ból, ugye, amit ma mérünk. Ennyi hatalompontot tudunk szerezni. Fegyver, az meg untig elég van mindenből. Nézzük még meg a kavicsokat. Most, ha már itt tartunk, egységszám, 20 udvar, 20 udvar, egységszám falon, udvaron védelemben. Ja, ez a sisak, meg ez a ZS hulladék. Akkor keressünk egy nem hulladék, á, mindegy, erre most nincs időm. Támadókat nézzük meg, hogy ott van-e olyan kő, amit tudunk használni, aztán haladjunk. Négy értékes kő, de nem jó semmire. Nem. Szívás. Hát akkor ennél erősebb parancsnokaink nem lesznek ez a támadáshoz. Emplierka. Na, akkor nézzük, álljunk neki ennek az idegen támadásnak. Mennyi kell? El ne nézzem a sort. 140 darab dicsőségpontos zászló. Csak dicsőségpontos zászló van. Szóval 140 darab lófarkos lobogó kell. Nézzük akkor az elsőtöt. Ennyi 2500 katonának kell legyen a támadásnál. Aha, itt első hullámba egyből nyomjuk a dolgokat. Leszedjük a védelmet, amennyire lehet. És akkor ez itt 70 meg 70 az 140, meg 200 az 340, szer 5 az 1500, 1700. Akkor ide még 800 katonát kell alkalmazzunk, hogy meglegyen a 2500. Alkalmazhatunk 900-at, mert 8000 támadón van. Oké, okay, és akkor ide, hogy van 140 zászlót kell elosztani, az 40, 80,
120, majdnem nagyon elszámoltam magam nagyon csúnyán. Így, 140. 34 perc. Ez nem tudom, régen én ilyen 12 percek alatt támadtam idegeneket. Ez miért nem elérhető ezekben a kastélyaimban, de nem tudom, hogy közelébe se vagyok. Tehát 35 perc. Az megfoghatatlan számomra, hogy ez mi ez a rohadt hosszú idő. Nem mindegy, hát ez van. Ezzel most ezzel nem tudunk mit csinálni. Amúgy első körben nem szabad háromnál többet támadni, mert ugye ez egy darab támadás, a következő küldetés az meg kettő darab támadást nyel el, gyakorlatilag. Úgyhogy, ja igen, itt meg kell nézzük, hogy be van-e adva a pénzecske, kapjuk-e majd utána a relikvia felszerelés, mert most nagyon-nagyon-nagyon ezekre a relikviákra lehet csak támaszkodni, illetve lehet másra is, csak én most jelenleg ezt tudom. Második támadás azt mondja, hogy első hullámba betöltjük a dolgokat. Utána ez itt 64 meg 64, aha, körülbelül ugyanaz, mint az első körben. És ide meg bemegy 900 ilyen jó madár, dromedár, madár? Azt hiszem madár. Vagy dinó? Nem. Szerintem madár. Nem tudom. Na, azt mondja, hogy 140 zászló katona. Megvan, parancsnok, jó, mert akkor ez is. Néha úgy megviccelem magam, és nem rakok zászlót a támadásba. Legtöbbször így visszapörgetem a fejemben a jelenetet, és akkor rájövök, és nem ér be a támadás zászló nélkül, de volt már például arra is. Elfogyott a pajzsunk, nézz oda. Mennyi ez Isten van? Valószínűleg nulla, közel nulla. Á, 800, nem is olyan kevés. Itt nem néztem a VIP-t. Ki ismeri ezt a nótát? Azért is gondolkodtam, hogy valami zenéset csinálok. Akár a csatornán, akár másik csatornán. Szeretek zenélni. Trombitálok alapvetően. Így hangszeres témában. Meg énekelni is szeretek. Mondjuk most 3 hónapja be vagyok rekedve, szóval most annyira nem lenne nagy élvezet, meg nem képzem a hangom, nem hallgatom vissza így, mint mondjuk a beszédhangomat. Úgyhogy nem lenne nagy élmény szerintem, hogyha hallanátok engem énekelni. Mindegy, most nem is kell. Na, hát vegyünk mondjuk 400 pajzsot, értitek? Vegyünk még 400-at, csak azért legyen. Megvegyük, ha már megvan az ezüstünk rá, akkor ezt a kis lófarkost is megvesszük. Na, kutatótorony történettel hogy állunk? Igen, itt indulna majd az 5. dicsőségpont növelős kutatás. Itt az alapdicsőségpontos ki van kutatva? Még ez sincs kikutatva. Mekkora gáz? Akkor ezt is elkezdjük. Igen, itt akartam még megnézni. Hoplá. Oda néz, pont nem lett meg a 2000, rohadjon meg. Na, ezt a támadást gyorsan, akkor intézünk még egyet. Nézd oda. 59 hősiességpont hiányzott a küldihez. Igen, éreztem, hogy be kellett volna tenni valamit a 4. hullámba is, valami pontnevelőt. A videóim legtöbbje, vagy legalábbis ezek az ilyen mesélősek, amilyen volt például a szövetséghetek teljes felvonultatása is, az olyan, hogy élvezhető a kép nélkül is. De ilyen multizásnál ember legyen a talpán, aki itt nyomon bírja követni, hogy én most... Mert én tudatosan átkattintok egy másik képernyőre, de valakinél csak egy ilyen tik van, nem tudom, az mennyit érzékel ebből, hogy most másik karakterbe vagyunk. Szóval itt akartam megnézni Indus kutatótorony. Itt valószínűleg azért ilyen sok zászló kell támadásonként, aha, mert rohadt mód nincs kifejlesztve. Itt a dicsőségbónusz, tehát ez itt még a fosztásbónusz. Utána 1, 2, 3, 4, 5 ilyen teljes raktáros fejlesztés van. Ezek a veteránok. És akkor utána jön még itt egy 10%-ot tudunk. Tehát fura, mert itt 140 zászló kell, itt meg 240. 100-zal több. Tehát itt valami más is lesz szerintem. Mindegy, nem tudom, úgy érdempontokkal mennyit sakkoztam, mióta ezek a dolgok föl vannak írva. Itt sokkal kisebb az érdem. Vagy legalábbis 300 érdempont van. Itt 88 mondjuk. Érdekes, akkor nem ezen múlik. Nem csak ezen múlik. Nem tudom, hogy itt mi a különbség, írjátok le, léci, hogyha nektek van ötetetek. Martalóc esetleg? Az lehet. Itt is van martalóc. Ú, és le van árazva martalóc. Na gyorsan.
Igen, ha esetleg még valakinek az új info, a Martalóc növeli a dicsőségpontot. Ja, 21 van, oké, akkor még van egy darabig. 1,2 hónap, nem értem. Ez se volt különbség köztük. Itt most először is VIP vagyunk, 4,2 nap. Jó, nem kell venni. Itt nincs például egyáltalán Martalóc. A 6000 rubin. Jó, abból benevezhetünk végül is. Nem tudom. Itt is dicsőségzászló van. Itt pláne. Igen, itt tegnap már támadtam egyet. Ezt kellett volna először elindítani, ezt a kastélyt amúgy. Így, hogy dumálok, amúgy sokkal lassabban halad, mint szokott, de szerintem még videóba is, videóhoz képest is lassan haladunk, úgyhogy egy kicsit nem ártana felpörgetni itt az eseményeket, mert 36 perce megy a felvétel, és vannak kastélyok, amikhez még hozzá se nyúltam, és pedig 4 kastélyba játszunk csak, tehát az nem egy olyan nagyon sok. Ahhoz képest, hogy volt így régen, a 28 kastélyon volt itt, de nem is fért el egy oldalon, úgyhogy 2 vagy 3 ilyen krómablakra volt szétnyitva. Második képernyő, meg mit tudom én, ott mindig csipogott valami. Illetve ott nem is kellett csipogni, mert beletelt egy fél órába, mire mindegyiken végigmentem. Ugye 28 karakter, ha egy percet adok egy kastélyra, akkor is már visszaérnek az elsőből, mire eljutok a következő támadáshoz. Egy adott várom belül. Na itt végre meglett a Berimondos küldi. Annak örülök. Kezdjük is egyből az újat. Szerintem itt most kettő ilyen gyenge pontnövelőset fogunk itt egymás után indítani. Csak győzek rá emlékezni majd legközelebb. Mert ugye darabra is 2 támadásnak meg kell lenni. Ez ami a legnagyobb kreténség szerintem. Tehát ezt így mérhetnék külön, hogy így szerzem a hősiesség pontokat, utána támadok 50-et, és akkor legyen meg az összes küldetés, mert ez így nagyon szar, hogy így számolgatni kell, hogy akkor most jó, ebbe a támadásba most megy vele az idő, de nem tehetek annyi dics pont növelőt, mert, vagy mi az hősiesség pont növelőt, mert akkor csak pocsékba megy abban a szempontból, hogy akkor azt későbbi küldetésben nem tudom használni. Hát mindegy, támadunk most egy ennyit, mert ennyi katonánk van. Vészesen el fog fogyni itt a sereg amúgy, úgyhogy után kéne pótolni egy picit. Itt ugye az utánpótlásra ez egy nagyon jó módszer, hogy fejleszgetjük a létesítményeket. Fél órás átugrás, meg minden. Igen, tehát ugye egy támadást sikerült bevigyünk gyakorlatilag itt az egész egy óra alatt, mert egy idegen támadást már mint, mert a többi az nem fog beérni ebben a körben. Hú, amúgy most itt a harmadik M-player támadást, ezt sem indítottam. Na, szépen vagyunk. Igen. Jó, mindegy, itt erre állítunk egy időzítőt. 25-26 perc. Várnem, mert úgyis akkor tudok következőt támadni, ha visszaérnek a dolgok. Na, nézzük. Ja, igen, ott akadtunk el valószínűleg, hogy nem volt elég pajzs, ha jól emlékszem. Na, ide is betöltjük a dolgokat, és hát nagyjából kijött a matek. Innenhova még egy 100-ast be tudtunk volna tenni. Körülbelül logikus is, igen, mert 3x200 katonára voltunk a 7500-tól, 8000 valamennyink volt kapásból, vagy kezdetben kapásból. Igen, ez is vicces, hogy néha olyan szavakat használok helyeken, ahol ilyen majdnem értelmes, de csak egy ilyen hasonszó arra, amit igazából mondani kellett volna. Na és akkor ide a 33-as. Erre van beállítva, mert a 33-as időzítő indítjuk is, és adószedés. Egyáltalán miért van még itt adószedés? Nem tudom, valószínűleg nem bontottam le valahol valami házikót. Ó, itt nagyon sok mindent lehetne fejleszteni, de most nem azzal foglalkozunk. Most eventezünk rendületlenül. 5000 katona, ez is lehetne akár 2 támadás, 300-as kajettermelés. Annyira nem sok, hogy még bevásároljak egy csomó katonát, de ha itt kapunk még 500-at, akkor ez is egy abszolút jó dolog lehet. Itt hogy állunk? Közben itt erre is figyelni kell. Inkább itt most igen a Berire koncentrálnék rám, ez sokkal hatékonyabban tudjuk szerezni a dolgokat. Emlékszünk a múltkorról, majdnem 2000 pontot szedtünk egy olyan támadással, ami 3 hullámba volt pontnevelős eszköz, de negyedikben nem. Itt most igen 2000 meg kell legyen. Én itt biztosra fogok menni. 26 másodperc, míg visszaér. Én ott biztosra fogok menni. Feltöltjük a negyedik hullámot is. És akkor lesz még 3 eszközünk. Ó, zászló. Amúgy ezeket a jó zászlókat is most arra tartom fenn,
hogyha valamilyen oknál fogva elfogyna valahol a lófarkos, mondjuk annyit tudnék valahol eventezni, támadgatni, hogy elfogyjon a lófarkos, akkor tényleg ezzel a többi típusú, akár erősebb zászlókkal ugyanazt a dicsőségpont százalékot elő tudom állítani több támadásban, és akkor gyakorlatilag továbbra is szintezek. Most másnak nem látom értelmét, tehát az, hogy legyen itten, bekerüljek a top 750-be, annak nincs értelme az idegenben, mert nem kapok érte semmit. Tehát ennek lenne értelme, hogy itt az utazási sebesség, nem tudom, mindig meg legyen. Ja igen, itt ez még egy 20%-ot ráad, attól lesz mondjuk a 35 percből 30, de hogy mitől lesz 12 perc ez a támadás utazás, ez azt nem tudom. Istállótól is icipicit függ, talán. Igen, az istálló még az ami ebbe tud egy kicsit beleszólni. Meg van csarnokos fejlesztés is, de az nem tudom, hogy vonatkozik-e az idegenre. Valaki kiokította múltkor, hogy azt hittem, hogy ez a képesség, ez vonatkozik az idegenre. Én úgy értékeltem, hogy ez vonatkozik, de ezek szerint nem. Három ponty. Hát három ponyból végül is ezt tudjuk fejleszteni. Ezen kell 2011-et, és akkor utána oldódik fel a következő sáv. Jó van. Itt nem kell kutatni valamit esetleg? Ó. Rosszul állunk a gazdaságikkal. Ezt tudjuk. Nyomom is neki. Egyenesen ide a dicsőségpont növelés felé hajtunk. És majdnem megköltöttem az erőforrásaimat. Majdnem nem lett pénz. Vagy mi az? Fa meg kell kimenni, beri mondva. Ez tök jó, hogy ez a 99 000 fa megkő. Olyan nem is nulla, de nem is megszerezhetetlen. Nem tudom, minek kémkedek. Még egy darabig nem fogunk beri mondosat támadni. 2 millió pénzem van, úgyhogy azzal most nem fogok tudni relikviákat szerezni, hogy kovácsoltatok. Tök érdekes, hogy milyen aránytalanul dobálja be. Itt például két fölös sisak van most, másik váromban meg melvértekből csordul ki. De hogy tehát van, hogy így sisakot nem kapok egyszerűen nagyon sokáig, van, hogy fegyvert nem, van, hogy páncélt, az kevésbé érdekel mondjuk, mert ugye a fő része igazából egy támadó páncélzatnak az a sisak, az utazási sebesség miatt, a fegyver, a közel és táv alap érték miatt, és a többi az igazából mindegy gyakorlatilag, hogy mit teszek bele. De megijedtem. Mélyen az agyamba szólt ez a csipogás, nem tudom, hogy mennyire hangos a videóban, de ha nagyon hangos, akkor majd lejjebb veszem vágás közben. Teljesen kizökkentett ez a csipogás, hol tartottam. Ja, igen, azt akartam megnézni, hogy itt esetleg nem lehet-e az, hogy egy dicsőségbónuszos parancsnok manipulálta. Dicsőséginverziós, de nincs dicsőségbónusza. Mert azt tudom, hogy a Soma 1 kastélyban például nem támadhatok akárhányat, mert ott 5 darab dicsőségbónuszos hősöm van, és akkor azoknak, tehát azokra van kiszámolva, hogy mennyi zászlót kell vigyek egy támadásba. És ha gyengébb dicsőségbónuszos parival megyek, akkor az nem jön ki, tehát nem lesz meg a 40 000 dicsőségpont. Na, közben itt beért az első támadásunk, nagyon szépen 40 000 körül hozta a dicspontot, 100 bukót, elenyész, minimális, úgyhogy ezt sokáig fogjuk tudni akkor tartani ezt a rendszert. Picit azt sajnálom, hogy itt csak egy sereg van, bár 3, 5, 1100 katonát még beküldünk, meg van 1100, akkor szondaziba is ketté bonthatjuk tulajdonképpen itt a képességeket. Ide is beküldünk mérhetetlen mennyiségű támadót. Amúgy igen, ez egy nehézsége a multinak, meg az idegenezésnek, hogy belekerül egy időben, míg felpörög az ipar. Tehát nem tudsz azonnal 4-et támadni, vagy 5-öt, vagy 10-et, vagy 20-at, meg nem azonnal jönnek meg az eredmények, szóval ezt így, hát a leghatékonyabb, ha mondjuk vágás közben csinálom, és tudjátok, amíg itt tudom, én hallgatom vissza magam, addig támadok, utána, amikor meg megy a támadás, akkor meg közben aktívan vagdalom a videót. Úgy a leghatékonyabb, itt közben állítunk egy 13 percet a visszaérésre, de így azért tényleg videóba csak akkor lehetne pörgést elérni, hogyha itt most nem tudom lenne
tényleg négy kastélyom legalább, amiben így megy folyamatosan a támadás, és mindenhol érnek be, és akkor tudjuk nézni ténylegesen az eredményeket. Úgyhogy szerintem felveszek még egy ilyen egy óra velem szerű epizódot, vagy részt, vagy nem tudom, mindent epizódnak hívok, de tudományosan az az epizódnak nem az lenne a lényege, hogy minden csak egy epizód. Bár azt tesszük, az egész élet egy epizód. Na jó, hagyjuk a hülyeskedést. Mindjárt jön a választás, arról is akartam egy kicsit beszélni. Azt majd inkább a következőbe. Így 47 percnél már csak a legkülségesebb nézőim vannak itt. Bár nem tudom, mikor megkérdeztem közösségi posztba, az embereknek a elég jelentős százaléka azt mondta, hogy a 40 perc egy óra közti videók az esete arra bukik. Szeretnék amúgy többet ilyet csinálni, mert ahhoz nincs nem, hogy streameljek, úgyhogy ezek az ilyen hosszú sztorizgatós történetek, ezek abszolút kimaradnak nekem a tartalom stratégiámból, de amúgy meg néha van, hogy csak így mesélnék. Nem tudom, igazából szeretnék ilyeneket gyakrabban csinálni. Csak olyan is ritkán van tényleg, mint most, hogy hagynak élni, és tudok szépen csöndbe itt ellenni magamba, és dumálgatni a számítógépnek. Azért ez egy akkora családban, amekkorában élek, nem mindig olyan egyértelmű, hogy van erre lehetőség. Jó, amúgy a nagy család, jó, ez a közvetlen család, ez nem annyira gigantikus, de mindig mondják, hogy jó, olyan nagy családom van, mindenkit ismerek, de igazából csak nincsenek összeveszve a családtagjaim, és így számon tartjuk unokatesókat, másodfokú, néha még a harmadfokú unokatesókat is. Van egy-kettő azok közül is, akiket ismerek. Még így keresztbe kasul, és például kiderült, hogy egy volt osztálytársam másodfokú unokatesója, az én másodfokú unokatesóm házastársa lett. Szóval, hogy így csak nyomon követjük, meg megjegyezzük a dolgokat, meg egymásnak a pofáját, és gyakorlatilag nem nagy a család, csak sokat ismerünk belőle, és úgy tud. Bár néha azért el tud uralkodni, hogy jaj, milyen jó, hogy ilyen nagy családban élünk. Jók azért a családi programok, mondtam. Csak tényleg sok család nem teheti meg, mert egyszerűen össze vannak veszve hagyatéki kérdéseken, meg ideológiai kérdéseken. Fura dolog. Hoppá! Osztesztet minek köszönhetem? Ja, kaptam egy rakás Berimondi küldetés jutalmat helyesben szólva. Igen, meg annon is kapom magam néha, hogy ilyen régies kifejezéseket használok. De valószínűleg azt is csak azért, mert így nem jut jobb az eszembe, és akkor így, ide kell egy szó, ez azt jelenti, tudom, hogy azt jelenti, és nagyjából meg is felel a feladatra, de nem tudom. A nem tudomat is nagyon sokat használom. Úristen, mennyi nem tudomat vágok ki a videóimból. De komolyan, egy 20 perces videóból egy ilyen 10-15 nem tudomat kivágok. Ez egy ilyen állandósult kötőszó nálam, mint az úgyhogy úrühellem. Úgyhogy mindent ezzel kötök össze, úgyhogy. És néha már megvan az értelme, de csak azért is kivágom, mert már egyszerűen unom hallgatni. Csak néha tényleg azt az egyensúlyt nehéz megtalálni vágásnál, hogy mi az, amit a néző egyszeri megnézésre idegesítőnek fog találni, mert azért szerintem kevesen vagyunk úgy, hogy ha nem értünk valamit egy videóba, akkor visszatekerünk. Mármint ha tényleg mondjuk egy két ember beszélget, vagy három ember beszélget, és egymás szavába vágnak, de hogy vicces, és az a szórakoztató érték abban van, hogy ők mit csacsognak egymással, akkor vissza szoktam tekerni, de amúgy nem nagyon, tehát szerintem úgy ezt megőrizhetjük az Emplayer kariból, hogy 2500 katonával támadunk, mert azzal sokkal könnyebb lenne számolni, és itt ebben a kastélyban is 5000 támadó van, ami azt feltételezi, hogy akkor kettőt tudnánk támadni, hogyha 5000-ével támadnánk. Azt mondja, hogy itt van 128, igen, összesen 5x64, az nem tudom, 320 körül van, 1280 katona van itt bent. És akkor az mondjuk 1200-t kell hozzáadni a másik típusból. És akkor 600, aha, még őket betesszük. Egyefene.
és akkor tudunk kettőt támadni. Azt mondja Draconis, 210 zászló kell banyek. Az is milyen sok már. Hol van egyáltalán a lófarkos lobogó? Itt van valahol lent. Ezt amúgy az zászlókat, főleg egy ilyen idegen támadásnál, úgy igazán meg lehetne oldani, hogy följebb priorizálódjanak. A pillanat, gyors fejszámolás. 120-160. 210. Ha minden jól megy, akkor így kell lennie. Ok, és indul is az első támadás. Beribe van katonánk? Itt nem emlékszem hirtelen. Azt hiszem van. Nincs. Majdnem elkezdtünk úgy támadgatni, hogy Beribe nem volt erőnk. Mindegy, fél órát késett volna a Beris aktivitásunk, az annyira még nem halál, de akkor is legalább most még itt az utolsó 7 percben a Berit meg akarom tolni egy-két helyen. Hoppá! Mennyi pontnövelő van. Igen, néha bevásárolom a pontnövelőket, hogy jaj, tudjátok, mindjárt készülünk, már megyünk Berire mindjárt, már 2 nap múlva már elkezdődik, vagy tudjátok, már igen, holnap lesz az utolsó nap, akkor már csak rá fogom venni magam. Azt nem. Sokszor az a vége, hogy azt nem, ezt nem lesz belőle. Beri mondozás szokottam úgy legtöbbször elmaradni. Tehát az volt régen, mondtam a multizós videómban, hogy fölkeltem hajnalba, az leginkább akkor szokott volt lenni, amikor egyszerűen csak halogattam dolgokat. Mit tudom én, már első 2 kastélyban már több százezer hősiesség pont volt, de a utolsó 15-ben meg még el se kezdtem, akkor volt az, hogy na, utolsó hajnal, nem tudom, 4-kor, 5-kor felkelek, és akkor 7:30-ig, mikor indulni kellett az iskolába, körülbelül akkor nyomtam a dolgokat, vagy addig nyomtam a dolgokat, meg még esetleg 8:45-9-kor még az első szünetben a tantermi gépen is még bejelentkeztem, azt elindítottam egy 20-25 támadást. Áberi mondra 20-25-öt. Idegenben azért kevesebb volt. Jaj, de szép idők voltak azok, és mennyire nem hiányoznak abból a szempontból, hogy nem akarok már iskolás lenni többet. Arról is akartam beszélni. Hú, még rengeteg témám van, gyerekek. Lesz még mivel megtölteni a következő 1 óra velemet is, garantáltan. Csak a hangom nem fogja bírni. Mindegy. Néha áldozatot kell hozni. 3100... Fogjuk rá, hogy megvan itt is a 2500 katona. Azt, ha nem, akkor max bukunk egy csatát, akkor mi van? Semmi nincs természetesen, akkor se. Na, 80, 120, meg 92, 10. Draconis 2, 10 zászló táblázat szerint is. Oké. Ennek is veretjük neki a 34, legyen 33 perces időzítőt. Háborús kassa feltöltése. Oké, ezt is el tudjuk akkor kezdeni, ha minden igaz. Megjöttek a katonáink? Táborát tekint. Megjöttek a katonáink. Oké. 2000 hősiességpontra van szükségünk. Igen, elveszítjük a védelmet. De most támadni kell. Muszáj, kötelező. Must. Belső kényszer. Hogy támadjunk valamit. Nagyon kevés a katona az én érzésemnek. Vagy ízlésemnek. Kéne ebből egy ilyen összeállítást csinálni. Valaki megnézi 10-15 videómat és kiírja ezeket a fura szóhasználatokat, amiket néha összetudok produkálni, na ez is nagyon magyar volt. Szerintem tök vicces lenne egy ilyen összeállítást csinálni. Ilyen random szavak, főleg az lenne érdekes, hogy a visszatérőket megtalálni. Hogy mi az, amit gyakran mondok, ahogy gyakran belegabajodok a saját nyelvembe. Na jó van, itt támadunk, mint az atom.
De itt pedig mondom, még nem. Itt még az elsőt se támadtunk. Támadtunk. Nem tudom. Nem áll össze néha amúgy az se, amit mondani akarok, nem csak a nyelv a mondani valóval. Na itt, aha. Itt is rárakunk, akkor még plusz egy katonát erre a hullámra. És leggyengébb eszköz. Bár úgy látom, hogy ez most itt el fog fogyni. Úgyhogy akkor majd itt a kicsit erősebb 2%-ossal, azzal meg már biztos, hogy meg lesz a szükséges mennyiségű hősiesség pont. 2 perc. Hoppá, visszaért. 1 perc 24 múlva visszaér ez is. Akkor innen még indítunk majd egy támadást, az lesz a videó utolsó mozzanata. Meg ide is indítunk egyet, ide mennyi kell? 2000 kell. Igen. Akkor ide is csapatunk egy olyat. Hoppá, elbaktam. Az is vicces néha, hogy próbálom a csúnya beszédet kikerülni. Mert alapvetően azt szeretném, hogy mivel nyilván az egy hazugság, hogy 100%-a nézőimek 18 és 32 év között van, nyilván vannak gyerekek is, és nem akarom, hogy tőlem tanuljanak, vagy tőlem tanulják meg az alkalmazását bárminek is. Még nem félő, hogy tőlem valaki megtanul csúnyán beszélni, azért annyit nem beszélek csúnyán, de azért van bennem egy ilyen icipicike kis felelősségtudat még maradt régről, tudjátok, a békeidőből. 2 perc, meg beküldtem mindent. Igen, szóval egy egész friss találmányom a durva pékeknek a lapát. Gondolom azért mindenki sejti, hogy ez melyik kifejezésre alliterál. Csöngetett az agyamba a rohadék. Jó, mindjárt jövünk. Megnézzük most még itt a több Berimondi támadásnak a végét. Ja, meg itt... Itt is kell menni Berimondba. Nagyon hasznos volán menni Berimondba. De előbb itt a főkastélyban kéne. Egy darab 5000, meg talán 2 is. Ja igen, itt még nincs ilyen küldetésünk. Azt mondja, nincs idő gyengékre, igen. Hát 2 támadás, szerintem még 2 is kevés. Itt van 1800 katona! Úristen! Akkor itt is tudunk kettesével támadni, ez azt jelenti. Majd a későbbiekben. Rally, a kettes is rally? És ez rendes rally? Vagy csak ilyen kamugép? Aha. Híha. Jó, egyes-kettes parancsnok az még kóser. Hármasra már nem mondanám el ugyanezt. Hármasnak már nincs hityakja. Mondjuk, jókor mondom, mert 12 milliós pénzkészlettel azért nekieshetünk egy kicsit a szövetségi kasszának. Szerintem nem árt meg. Azt mondja, hogy most szándékosan túljátszom úgy az egy órán, mert tudom, hogy az elején bele kell vágjak majd, mert volt egy kis gubanc. Hát nem sikerült továbbra se, semmi. Van egy parancsnoki hősünk, parancsnoki páncélunk, az se rossz mondjuk, hát ezen páncél sincs, mi mindjárt föltesszük, de nem sikerült további parancsnoki sisakot nyitni. Mindegy, ezért kell elérni amúgy a 70x30-at, hogy utána már hármasával kapjam ezeket a jutalomból relikvia dolgokat. Azt mondja, támadhat 210 zászló a szükséglet. Itt is szerintem belejük ezt a 2500-at. Tehát most az, hogy 3000 vagy 2500 katona, az gyakorlatilag mindegy. Viszont kétszer 2500 katonám jelenleg gyakrabban van, mint kétszer 3000.
mint ha bármilyen összefüggés lenne itt ezek között, de egyelőre még nem áll úgy a kajatermelésem, hogy az A6000 katonát bárhol eltartsak. Na, itt távosunk van, akkor mindegy végül is, hogy kiből, de azt mondja, hogy 1300 meg 1200 katonának kéne itt belemenni. Ó-ó. 100, 200, 300, 700, 1200. Nagyon kevés távosom marad így. Jó, így lesz. És a 210 zászló. Igen. 5%-os, azt mondja, ez így 120, 170, 210. Annyira érzem, hogy lesz egy ilyen, mert szokott azért gyakran lenni, hogy elszámolom, hogy lesz egy ilyen, amit így nagyon egyértelműen félre számolok, és nagyon egyértelműen röhögni fogtok rajtam a kommentekbe. Opa! Ki volt centizve? 2001. Hősiességpont. Na, amúgy itt vannak már új cuccaink, szóval ezt lehet már nézni a Draconisba. No, csak nomádos. Ilyen lila fejűek szoktak lenni, nagyon jó dicsőség, pontos izék, csak azért csillant fel a szemem, vagy hát amit ti érzékeltek ebből a hangom. Nagyon szeretem az olyanokat. Bár ezek a lilák, ezek erősek, úgyhogy ezeket amúgy is szeretem. Lárparancsnok dologból nincs újunk. Nincs új darabunk. Alaperőforrás, alapkirályság erőforrás. Ez miért nincs föltéve? Alaperőforrás. Bármelyikre lecserélhetjük, amúgy bármelyiknél jobban megéri, hogy ez legyen fönn. Legyen mondjuk e helyett. És Jörsziget senkit nem érdekel. Ide ez mi ez? Desert. Desert. Arra betesszük. Na jó van. Itt kémkedünk még egyet. Majd itt folytatjuk majd a következő egy óra velemben probléma nélkül a támadásokat. Oplé, 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 oplé. 48. szint, kettőt is léptünk. Ja, mert itt beértek a támadások, csak ugye későbbre van állítva az időzítő, mert a harmadik támadást egy kicsit nehezebben sikerült elindítani. Tök sok izét is kaptunk, szezonális genyát. Szezonális genyából, melyik az a havi? Ez, azt hiszem ez. Tök sokunk van. Vagy tök sokunk lesz még itt, hogyha elkezdünk normálisan támadni. Abból majd veszünk még szintén értékes, meg érdekes dolgokat. Ha? Igen, itt is látjátok, nagyon szépen meglett. Egyszer 40 ezer, meg még egyszer 40 ezer. 700 bukó. Jó, mondjuk itt még lesz egy harmadik támadás, arra már lehet, hogy kapok is jutalomból katonát. Mindegy, jó lesz ez. Jó lesz ez. És akkor következő. Következő kőöltöző. Ugye nem mindegy. Azt mondja, hogy tudunk fejleszteni? Majdnem. Egy támadás hiányzik hozzá. És én itt a létszám miatt, mert a hármat kell támadjunk a küldibe. Itt most fogok is egyet támadni szerintem. Önhatalmulag. De kurva lassú ez a kém. Bocsánat. Nem vagyok hozzászok, vagy ennyire lassú. Föl kéne húzni, végig kéne menni egyszer valami. Hát talán egy ilyen egy óra velem az alkalmas lehet. Az alap felszerelést megnézni minden kastélyba, hogy megvan-e. Ezek a kémkedés sebesség épületelemek például, ezek ilyen alap cucc, tehát hogy így nem azt mondani, hogy nem lehet nélküle élni, de lehet, csak nem érdemes. Tehát, hogy mint az alkohol, tudjátok. Á, nem ez. Nem az a műsor, ahol reklámozzuk a szeszfogyasztást. Habár, ha van rá igény, én reklámozom. Nem is a reklám a lényeg, csak a beszélgetés. Hogy essék róla szó. Na, itt is van 1300 katona. Mellé rakunk 1200-t. Hát távosból van 1200-ünk, most értitek. Miből rakjak mellé, ha nem ebből?
1002, és mi vagy te, szondazi vagy? 24, 24.0, az 240, 240 zászló. Azt szerettem legalább, mert ugye 3x40 az 120, és akkor a két szárnyra, ha beteszem, akkor megvan. Mondjuk jobban szeretném, hogyha csak az egyik szárnyra kéne berakni 120-at, de hát ez van. Most ezt így el kell fogadni, hogy ez egy kicsit lassabban megy itt az ipar. Igen, amúgy a hatalompont növekedésünk az azzal is fel fog gyorsulni, hogy ugye egyre erősebb címeket szerzünk, tehát egyre több hatalompont jön egy adott címnek a megszerzéséből. 1, 2, 3, 2000, aha, 1100, de már kicsit kevesebb katona jutott. Máskor ilyenkor vennék, de most már inkább elindítom ezt a támadást így, ahogy van. Ácsi. Meg kell várjuk ezt a parancsnokot. Muszáj megvárjuk azt a parancsnokot, mert az a legerősebb parancsnokunk, az egyeske. Igen, ez hiba volt, hogy ezt úgy elindítottam. Mert az nagyon sokat számít a bukókon, hogy van-e udvarkő a parancsnokon, vagy nincs. Közelleg többeteknek nem mondok újat, de ha esetleg valaki így gondolkozik azon, hogy miért vannak különbségek támadásai között, főleg idegenbe, udvaron nagyon sok múlik. És ugye vannak később az ilyen mindenféle harcerő, meg udvar bónuszok legendák csarnokába, azon is nagyon sok múlik. Mármint, hogy így észre se veszed, és egyik pillanatról a másikra már, amihez 2000 katona kellett, ahhoz most 800 is elég. Konkrétan idegenre gondolok itt, mert még a végtelen eszköz idejében, amikor volt erős kastélyom, de még nem vették el tőlünk a végtelen eszközt, akkor azt csináltam, hogy pár száz katonákkal ütöttem az idegeneket full lófarkossal. Azért ennyire nem kell túl gondolni a dolgot. Azt mondja, itt 3000 hősiesség pontra lesz majd szükség. Itt. Jó, elsőn már túl vagyunk itt is. Itt is akkor betölteném ugyanúgy majdnem 4 hullámra, és utána majd a következő támadásnál akkor majd állítunk a dolgon. Úgy közben be fog érni itt a harmadik emplieres támadás is. Szupidupi. Azt is meg tudjuk nézni. Amúgy, hogyha így nagyon benne vagyok a játékba, és már széttépi az agyamat ez a csiporászás, akkor azt szoktam csinálni, hogy már inkább megjegyzem, hogy mikor csipog, és nézem az órát, és oda megyek, leállítom, hogy ne tépje szét az agyam. 2 perc 14, kiváló, indulhat. Azt mondja, itt 7000 pontunk van. Ja, és ami a fontosabb, hogy visszaért az űrge. Úgyhogy akkor itt bényomhatjuk a támadást. Első hullámba tesszük a dolgokat, második hullámtól kezdve pedig csak a zászlókat. Szondazi 240 zászló még egyszer. Ne felejtsük el. És akkor bada bim bada bum. Kész vagyunk. Most pedig meghallgatok egy csipogást. Au. Ez kifejezetten fájt. De beért az idegen támadás is. Megkaptuk érte a 40 ezer dicspontot, 700 bukó. Hát igen, ahogy gyengülnek a parancsnokok, úgy azért látszik a bukóknak a növekedése, de szerintem még mindig jobb így, mint bárhogy máshogy. Tehát sokkal jobban megéri ténylegesen százával támadni idegeneket, mint mindegyiknél számolgatni, hogy jaj, most akkor mennyi bukó van, meg akkor most eddig fogom tudni ezt folytatni, mert a legtöbb támadás az olyan, hogy így, ha elindítod, akkor megy. Tehát az, hogy majd el fogom indítani, és mindig ez hátráltatott engem igazából a multiban, hogy nem mertem 100%-ot tolni,
Mert hogy így számolgattam, hogy de ha ezt most beosztom, akkor az úgy sokkal hatékonyabb lesz hosszú távon, de aztán soha nem eventeztem hosszú távon. Tehát még ha el is kezdtem, hogy jó, most van 5 órám, meg még holnap is 5 órám, meg még holnap után is, akkor sem úgy csinálom, hogy minden kastélyban egyenletesen elkezdem húzni a dolgokat, hanem egy kastélyt kiválasztok, abban nagyon megszalad, esetleg még következő 2-3-ban, de az összes az biztos, hogy nem fog egy szintre kerülni. A másik meg ugye az, hogy mivel úgy megy a listám is, hogy a legerősebb van legfölül, ezért általában mindig a legerősebbet aránytalanul följebb priorizálom a többinél, úgyhogy az első kastélyom, tehát aki priorban legelőször van, az mindig sokkal gyorsabban fog fejlődni, mint aki priorban utolsónak van. Ezért csináltam azt régen néha, hogy amikor akartam egy-két kastélyt fejleszteni, akkor azokat föltettem a lista tetejére. És akkor azok is kaptak egy kis szeretetet. Pár száz szintet például. Na, itt megy az ipar, itt is megy az ipar. Úgyhogy gyakorlatilag végére értünk a mai teendőinknek. Kicsit több is lett, mint egy óra. Halálos lesz majd ezt a videót megvágni és a vágás után renderelni. De ennyi fért bele a mai napba. Úgyhogy tulajdonképpen a tanulság az, hogy imádom ezt csinálni, és várható a közeljövőben még hasonló, mert van mondani valóm is, meg van eventezni valóm is. Azt nem tudom, hogy most hagyni fogják-e még egy óráig, hogy létezzek, mert most kezdenek hazajönni a családtagok, de hát érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hogyan tovább, mert szerettem ezt a videózás dolgot, az a baj. Tényleg baj néha, amit tényleg rá tudok néha stresszelni, de szerettem csak immotyogni így a semmibe. Leginkább azt szeretem, hogy nem válaszolnak, amiben nem is igazából antiszociális vagyok, csak nagyon nehezen koncentrálok alapból egy beszélgetésben. Nagyon arra koncentrálok, amit én mondani akarok. És sokszor van, hogy egyszerűen csak lenyomok embereket, vagy úgy érzik, hogy lenyomom őket a beszélgetésben, pedig csak szimplán az van, hogy egyszerűen nem tud az agyam 2 dologra figyelni, hogy most csak az ő gondolati világát megérteni, meg még az enyémet is megértetni. Így meg viszont tényleg csak, hát jó, játszani kell közben, az egy párhuzamos tevékenység, de az azért szerintem egész jól megy. Most már így 8 év után gyakorlom. Egész sokszor végére érek a mondatoknak. Hú, majd nézzünk régi videókat, majd valami évforduló keretében, jaj, nagyon vicces. Vagy csomó ilyen, tudjátok, belekezdek egy ilyen mondatba, hogy egyrészt de, azt mikor a második tagmondathoz elérnék, addigra már rég elfelejtettem, hogy honnan indult. Nem indítottam időzítőket. Na mindegy. Most pici pihi, hangom meghalt, utána pedig jövök majd felvenni még egy óra velemet, mert ez nektek úgyis 2-3 nap attól függ, hogy mikor töltöm fel, de mára köszönöm szépen a figyelmet, és írjátok meg kommentbe tényleg a meglátásaitokat ezzel kapcsolatban is, és köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!